2017-es év újabb kihívásokat jelent a fogászati rendelők számára. Ezek a kihívások egyben lehetőségek is. A Dental World 2016-os workshopjai abban nyújtanak gyakorlati támogatást rendelő tulajdonosok és praxismenedzserek számára, hogy hogyan kovácsolhatnak ezekből a kihívásokból piaci versenyelőnyt. Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom a fogászati rendelők marketing tevékenységéről alkotott szakértői véleményemet, akkor azt mondanám, hogy a ki nem használt lehetőségek széles tárházával állunk szemben. Én azt gondolom, hogy minden rendelő tulajdonosnak és praxis menedzsernek meg kell ismernie azokat a marketing eszközöket, amelyet növelni tudja pácienseinek számát és bevételeit. Erre nyújt kiemelkedő lehetőséget a Dental World 2016-os workshopja, amely 12 olyan marketing módszert ismertet meg a rendelő tulajdonosokkal és praxis menedzserekkel, melyek garantáltan hozzájárulnak a bevétel növekedéshez. Egy fogászati honlap átlagos élettartama 2,5 év. Ez annyit jelent, hogy már a második év végén a rendelő tulajdonosának gondoskodnia kell arról, hogy a honlapja drámai módon megújuljon, megfrissüljön. És felhasználja mindazokat a lehetőségeket, mindazokat a technikai megoldásokat és vizuális elemeket, amelyek bizalmat építenek a páciensben a honlap látogatásakor. Egy jó fogorvos ért a szakmájához, és én azt gondolom, hogy ez alapfeltétel. De ma már egy jó fogorvosnak kiváló kommunikátornak, sőt, kiváló értékesítőnek is kell lennie. Hiszen minden rendelő tulajdonosnak az a célja, hogy növelje új pácienseinek számát, és ezzel együtt növelje bevételeit. Ez azonban elengedhetetlen, hogy alapvető kommunikációs és értékesítési képességre tegyünk szert. Ehhez nyújt gyakorlati lehetőséget a Dental World 2016-os workshopja, ahol kifejezetten fogászati rendelők számára kidolgozott módszerekkel ismerhetjük meg a kommunikáció és az értékesítés 2017-es trendjeit. Vajon mikor kerül bevezetésre az online pénztárgépek intézménye a fogászati rendelőkben? Erre a kérdésre nem tudjuk a választ, de az is lehet, hogy 2017. január 1-én ez megtörténik. Az online pénztárgépek bevezetése komoly felkészülést igényel a fogászati rendelők részéről. Ez nem csak egy technikai megoldás, hanem a rendelő pénzügyeinek alapos átgondolását is kell, hogy jelentsen. A Dental World 2016-os workshopja vendég meghívott szakértőkkel abban nyújt önnek segítséget, hogy már időben fel tudjon készülni a pénztárgépek bevezetésére és az ezzel együtt járó adminisztrációra. A neuromarketing egy igazi átütő újdonságot jelent a 2017-es évben a fogászti rendelők marketing palettáján. Ezzel a tudományos eszközzel pozitív attitűdváltozást tudunk elérni a pácienseinknél, ami azt eredményezi, hogy sokkal megalapozottabb döntést tud hozni fogászati beavatkozásairól. A Dental World 2016-os workshopja kiváló lehetőséget jelent arra, hogy megismerje az neuromarketing alapjait és azokat az eszközöket, amelyeket ön is sikerrel alkalmazhat fogászati rendelőjében. A külföldi páciensek kezelése 2017-es évben is komoly kihívást jelent a rendelő tulajdonosok számára, és leginkább az új piaci belépők számára. Ezért rendelő tulajdonosként meg kell ismerni azokat a piaci trendváltozásokat, azokat a jogszabályváltozásokat, amelyek befolyásolhatják a hozzánk érkező páciensek számát és az általuk elköltött összeg nagyságrendjét. A Dental World 2016-os workshopja gyakorlati módszereket és naprakész tudást nyújt önnek ahhoz, hogy a 2017-es évben is sikeres legyen a külföldi páciensek kezelésének területén. A fogorvosok független tanácsadójaként az elmúlt 8 évet fogászati rendelők belső folyamatainak tanulmányozásaival töltöttem. Ezekből olyan gyakorlati tapasztalatokat sikerült leszűrnöm, amelyek segítségével egy fogászati rendelő fejlődési pályára állítható és azon is tartható. A Dental World 2016 workshopjai kiváló lehetőséget teremtenek rendelő tulajdonosok és praxis menedzserek számára, hogy olyan gyakorlati módszertanokat sajátítsanak el, amelyeket sikerrel alkalmazhatnak a 2017-es évben.